ahogy születtem, ahol születtem, amilyen körülmények között, mikor még nem volt tudatom, később lett tudatom, de nem volt irányítási készségem, vagy képességem. Azok az idők adott dolgok, azokkal sokat kezdeni nem lehet, és mindenféleképpen meghatározza a jövőt. Ez nem egyfajta időutazás, de minden pillanat az ember életének, vagy minden ilyen kisebbnek tűnő helyzetek is egész életre meghatároznak, vagy irányt adnak. Vagy ha máshogy értékelem, akkor ez úgy történt, és az ember így próbálja megfogalmazni. Inkább ez a valóság. Ahogy elindultam, ott minden történelmileg időszerű volt, minden aktuális volt, minden természetes volt, az én gondolataimmal összekötve természetesen a történeteket. És tehát az irányítást, az tulajdonképpen egy kisgyerek, egy egészen kisgyerek, vagy egy általános iskolás, vagy egy gimnáziumi srác, az irányítás mindenféleképpen a saját életében meg akarja tartani. De hát ez egy csomó dologtól függ, ami ezt befolyásolja, és itt jön belebújik az, hogy milyen ember, mit adott a sors, milyen bátorságot, milyen elhatározottságot, vagy milyen tökfejséget egy dologban, milyen szerencsét, vagy szerencsétlenséget, hogyha arról beszélünk, hogy jutottam el a zene nevezetű fogalomig. Nem tudtam róla, ugyanúgy, mint egy csomó más dologról nem tudtam a zenéről sem. Én ilyen kisgyerek korában az ember a sport az, amire, hát pláne abban a helyzetben, ahol én voltam, ez volt egy lehetőség. Nem tudok évszámot mondani, de amikor a tokiói olimpia volt, akkor én a nagymamámmal éltem együtt, kettesben volt egy fekete-fehér Budapest televízió talán, és a Tokióból a közvetítés, akkor már a kommunizmus kellős közepén működött éjszaka, ugye, mert nagy volt a távolság, és én emlékszem rá, hogy negyedikes, ötödikes, hatodikos voltam. Éjszaka fölkeltem, a nagymamám aludt, bekapcsoltam a televíziót, és hang nélkül néztem a Japánból a sportot, és kitört belőlem a Vezúv, felrobbantam, nekem sportolni kell. Az önbizalom, a bennem lévő erő, hát még nyilvánvaló már itt kezdődött akkor a fiatalkori pubertás temperamentum, és belőlem ez elementális erővel tört ki, úgyhogy egészen fiatalon beletaláltam olyan dologba, amivel tudtam a kötelező kűrön, az iskola, a nagymama, a ide megyünk, oda megyünk, ön túl találtam magamnak egy olyan dolgot, ami tökéletesen kielégített. Hát egy ilyen kis rácot, hatodikos, hetedikes korban, a birkózás az annál nincs jobb ötlet, mert ahhoz az, hogy igaz a világon semmi nem kell. Kell egy ellenfél, és már meg is van a birkózás. De hát ezt azért én elég komolyan nyomtam a BVSC-ben, és az volt egy olyan jó leső kiteljesülés az életemben, hogy valamit csináltam és megvalósultam, és aztán csomó versenyt megnyertem, és aztán amikor egy versenyt elvesztettem, akkor abba hagytam. Mert ott is az önbecsülésem, és nem tudom, mi a jó szó rá, de amikor úgy éreztem, hogy úgy vesznek el tőlem egy verseny lehetőséget, hogy én győztem, és az ellenfelet hozzák ki, ezt én nem bírtam megemészteni, és akkor kitaláltam magamnak, hogy boxoló leszek, mert az egy marha egyszerű dolog, aki függőleges, az győz, aki vízszintes, az meg veszi, de hát ez se így van egészen pontosan. A végeredmény az nyilvánvaló, de az előzmények azok nem így működnek. És hát ez minden így van a világban. Kívülről kinéz valahogy, belülről egészen másmilyen. Megálltunk az előbb a sportnál. Ugye elmentem boxolni, azt is csináltam egy darabig, és megjelent a zene. Megjelent az elektromos gitár. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, mert az elektromos gitár hangján keresztül gondolom jutottam el
addig a pillanatig, hogy szépen kiszorult minden az életemből, még a sport is. Az iskoláról nem beszélve, meg a környezetemről, az ugye ott kezdődött a dolog, hogy azt félre, és hogyha az nincs, akkor ráérek foglalkozni a magam dolgával rendesen, kis túlzással, és bejött a képbe a gitár, és annak kezdve semmi más nem érdekelt. Már tényleg az ég adta vele, semmi más nem járt a fejemmel. Olyan erővel találtam meg a rossz szó az, hogy művészet vagy kultúra, a muzsika megjelent a valóságban. Odáig klasszikus zenét a másik nagymamáméknél, amikor laktam, be volt kapcsolva a Kossuth rádió, és egész nap klasszikus zene ment. Egész nap, vagy déli egy-két órában pedig népzene ment, rovák húzták. De az egy kisgyereknek nem jelent sokat, akkor, hogyha nincs belevezetve. Tehát ha nincs meg az, hogy megfogják a kezét, elviszik a zeneakadémiára, leültetik és megnézetik vele, hogy ez hogy néz ki élőbe, meg az a megszólalás, az a hatása, hogy az miattan megjelenik. Esély sincs rá. A népzenéről ugyanezt gondolom, hogy amíg az ember nem ül be egy zenekarba, egy roma zenekarba, és nem hallgatja meg közelről, hogy ott mi történik, amikor csak egy felvételről hallgatja, nem jelenik meg. Ki van zárva, hogy megjelenik, nem tud megjelenni a teljes valóságában. És amiről az elején beszéltem, hogy csak meg kell születni jó helyre, jókor, az teljesen mindegy, hogy az minek véljük, mi azt a környezetet, jónak vagy rossznak. Az egyszer csak kiadja magát, és megjelenik az, hogy ott Angyalföldön, abban a Forgács utcában, a rettenetesen proli környék. Volt egy másik ugyanolyan kis kanyhaló, mint én, ráadásul két évvel idősebb volt. Ő már bátrabb volt, nagyfiú volt, ők már mondjuk azt, hogy mit tudom én, 15 éves, 16 éves volt, és jobban mozgott a világban, és elvitt egy koncertre, elvitt egy rendezvényre, mert az volt hozzánk talán a legközelebb, nyilvánvaló Angyalföld volt, ez ott Szugló utcában volt, egészen közel volt hozzánk, és itt láttam meg a Bélát. Hasonlót se láttam előtte, nem tudtam, hogy néz ki egy színpad, de el sem tudtam képzelni ezt. Olyan érdekes ezt most belemondani egy olyan gépbe, ami digitálisan rögzíti a jelent, hogy akkor nem volt semmiféle nem digitális, hanem analóg felszerelése volt. Semmilyen felszerelés nem volt, amivel kommunikáltak egymással az emberek. Volt egy kötelező televízió, fekete-fehér, egy adó, és volt egy rádióadó, amiben jöttek ki a hangok. Az összes dolog, ami történt, az emberek személyes kapcsolatával történt. Nem telefonon, nem akármilyen más módon, hanem két ember találkozott és egymással megbeszélte. De ez volt az emberek között a kommunikációs menet. Tehát mit a hangyák összeértek, mert különben nem terjedt a vegyület, amiről kedvet kap a többi. És ez így működött, engem elvitt a Telcs Feri, én ezt megláttam, onnantól kezdve engem nem lehetett kisöpörni, mert ott olyat láttam, olyat hallottam, hogy amire odáig vágytam, ami a lelkemben volt. És ne nevezzük ezt színpadon való jelenlétnek, ez egyszerűen az, hogy a Shadows együttes eljátszott egy gyönyörű szép örökzöld slágert, ahogy megszólalhatott a hangszere nekem, az volt a zene, az volt amiért én mindent megadtam volna. Hát a legelső zenekar az úgy néz ki, hogy az egy duó volt, még a nevére is emlékszem, a Kalamár Józsi 8. osztálytársam volt, és ő tudott énekelni, elég jól énekelt akkori füllel, és hát csapdosta a gitárt, fogdosta az akkordokat, én meg ott téptem mellette, és akkor összejártunk a Dagálystrand sarkállakot, pontosan a Kalamár Józsi, és az én heti 3-4-szer egészen biztos, hogy csapdostuk egymásnak és gitároztunk, és aztán ebből jött az, hogy hát mindenki zenekart csinál, akkor mi is csináljunk zenekart, és
lett rá lehetőség, hogy egy nyolcadikos, hát nem emlékszem, hogy ez mi volt, évzáró, talán valószínűleg évzáró volt a tornateremben, egy ekkora tornateremben megvalósulhattunk, mert annyira erőszak. Nem is tudom, hogy fért bele az, hogy mi kitaláltuk, hogy akarunk muzsikálni, és az ott megvalósult. Na hát ehhez azért kellett habitus, mert a tanárok se láttak ilyet, a diákok se láttak ilyet, senki nem látott még ilyet. Hát ez akkor kezdődött ez a dolog. És akkor ment az őrült rohangálás, hogy mi fogunk megszólalni. Mindenféle tertamagnók, Budapest rádiók és társaik. Tehát erősítőt azt tessék elfelejteni, de szó sem volt arról, hogy erősítő vagy valami igazi zenére használható eszköz volt, amiket találtunk otthon, azokat összeszedtük, és halálra rémülten előadtuk. Én emlékszem arra a bulira, 5-6 nótát tudtunk többet, egészen biztos nem. Nagyon vidám dolog a próba, mert felelősségmentes. Csörömpölünk, örülünk, ilyen jó, olyan jó, és amikor felállunk a színpadra, és benül a zsűri, és így néz, akkor egy egészen más dolog történik. Akkor történik meg az, ami idézőjelbe téve az előadó művész és a hallgatóság elkülönül egymástól. Nem együtt van a próbateremben, hanem elkülönül egymástól. Tessék előadni, én pedig leülök és hallgatom. Hát nagyon-nagyon-nagyon feszkos volt. Kapaszkodtam bele, és nem értettem, hogy miért nem tudom úgy eljátszani, mint ahogy ezt én mindig el tudom játszani. Hát ehhez azért kellett egy kis gyakorlat, mire ez összejött egyáltalán, hogy ez hogy kerül ki az emberből ez a fajta stressz? Hát nyilvánvaló, kimegy az emberből a rutin folyamán, vagy a zárója idézőjelvetét rutin folyamán, meg kimegy az emberből a tudatosság formája által. És ha itt tartunk már a tudatosságnál, akkor nagyon sokszor úgy, hogy amit én játszom, az abszolút érzéki, lelki, ösztönmuzsika, de a tudatosság az számtalanszor segített a tovább lépésben, vagy a átlépésben, vagy a megvalósulásban, úgy gondolom. Az ember muzsikál, idézőjelben olyan, mert nincsenek tanárok, ugye? Mert a klasszikus zenében nem irigykedni szeretnék, csak elmondani, hogy a klasszikus zenében elmegy az ember egy klasszikus tanárhoz, aki már mindenen túl van, és mindent megtanít, elméletileg mindenre felhívja a figyelmét, minden problémáról tudomása van a tanulónak. A Mimi folyamon ilyen nem volt, fölmész a színpadra, és a nagyon minimális kis tudással is meg kell valósulni, és el kell azt adni. És hát, hogy ennek mi a folyamata? Én biztos vagyok benne, hogy már 10-15 éve muzsikáltam, úgy gondolom, hogy profiként, amikor még mindig az volt, hogy fölmentem a színpadra, elkezdtem játszani, és kellett hozzá 1-2 vagy 3 nóta, hogy lelkileg belemelegedjek, lelkileg rajta legyek. És ez engem nagyon zavart, hogy az első nótában is meg kell villanni, meg kell valósulni, meg kell csinálni, és akkor én tudatosan evel elkezdtem foglalkozni, és ilyen nevezhetjük ezt, ne nevezzük semminek, egyszerűen meg tudtam azt csinálni, hogy fölmentem a színpadra, felszívtam magam, és az első hangom már akkora tűz volt, mint hogyha egy fél órája vagy egy órája játszottam volna, és ez megvalósult, és ez így van a mai napig. Ennek örülök, hogy ezt meg tudtam csinálni, evel sokan küzdenek, még van olyan, aki be se vallja, nincs evel baj, de én evel túl tudtam magam ezen tenni, az én habitusom ezt megengedte, fölmegyek a színpadra, az első pillanattól 100-on vagyok. Azt, hogy én milyen zenei neveltetést kaptam, vagy miért nem kaptam, azt lehet méltányolni, de lehet pökhendi módon félrelökni. Tulajdonképpen nincs. Milyen formában? Úgy gondolom, hogy nincs jelentősége, mert itt ülök most, kérdezgetve, és úgy látszik, hogy megpróbáltam én magam kedvére megpróbáltam mindent megtenni, hogy olyan legyen, amit én szeretek hallgatni.
és hogy meg tudjak valósulni, meg tudjam. Hát én emlékszem arra, amikor a Radics Béla bulira, talán, hát sőt, igen, a újpesti munkásotomban muzsikált, én akkor még csak tényleg gitárcipőlő voltam, meg akkor már ugye sportoló is voltam, ezáltal én voltam a bodyguardja a Bélának, és az már közelebb hozta a dolgokat, mert az én kezemben volt a gitár, mellettem jött a Béla, és minden rendben ment a környezetben, mindent uraltunk. És emlékszem rá, hogy a Béla fölengedett, viszont be volt már pretyentve rendesen, és a harmadik kanyarban, negyedik kanyarban fölengedett muzsikálni a baráti társaság unszolására valószínűleg. És akkor játszottam először a Béla gitárján színpadon a Béla zenekarával egy Red House Blues-t. És ahogy megfogtam a hangszert, abban a pillanatban éreztem, hogy ez úgy szól, ahogy kell. Nem képzelek bele többet, nem képzelek bele semmiféleképpen, semmi misztikot nem akarok hozzátenni, de akkor egy olyan pillanat volt az életemben, hát én ezt tudom. És nem megvilágosodás, hanem ez egy olyan pillanat volt, ami még csak azt sem mondom, hogy visszaigazolt az odáig, amit kitaláltam, vagy gondoltam, hanem egyszerűen az volt egy mai szóval azt mondanak, egy marker pont az életében az embernek, hogy innen elindult valami, és ez engem nem elindult az életem, hanem éreztem egy pontot, hogy ez megvan. És innentől közben teljesen természetesen véve jöhetett a többi. És hát a bevállalóság az egy fontos dolog. A Ród élet, az nagyon szép élet, mert már majdnem zenész, és a zenéhez nagyon közel van. Ezt úgy mondom én, mint aki olyan Ród volt, aki muzsikált. Aztán akik olyan Ródok, hogy nem muzsikálnak, van egy csomó olyan barátom is, ők is nagyon szeretik ezt a dolgot az ő aspektusból, az ő dolgot, amit hozzá tudnak adni. És van egy-két olyan srác, akik ezt nagyon-nagyon magas szintre vitte. De az én ródolásom az nem arról szólt, hogy én vidáman cipelni akarom a hangfalakat, hanem az én ródolásom arról szólt, hogy minél közebb legyek a Béla gitárjához, és az a mágikus pillanat, amikor a Béla kinyitotta a gitártokját, és megláttam azt a gyönyörű hangszert, akkor ott nekem a világ vége, megjött, kész, semmi nem hiányzott. Aztán, hogy mi bűnöztünk is a kis Ród csapattal, és a Béláikat kikerülve úgy pakoltuk össze a felszerelést, hogy ők nem tudtak róla a kultúrházban, a raktárban, és ott próbálgattunk az ő a sakmat hangszerein, a sakmat erősítőin próbálgattunk. Lent a kultúrházba a portások azt hitték, hogy a zenekar próbál valamit, a zenekar meg nem tudott róla. Aztán eljött az idő is, hogy lebuktunk valamilyen, hát nyilvánvaló, addig jár a kosó a kutra, amíg el nem törik. És aztán egyre szemtelenebbek voltunk valószínűleg, és ezáltal megtörtént, és én arra emlékszem, hogy a Béla hogy kacagott ezen, hogy teli szájjal, hanyadőlve, tisztelővel, röhögött, nevetett rajta. micsoda apám volt, ugye? Hát mekkora dolog ez? A Kárpáti Együttes egy nagyon érdekes felállású banda volt, mert a Radics Béla kirúgta a Harmatalbit, a Harmatalbi bánatos volt, és csinált egy zenekart, a Nagy Pisti volt a baszgitáros, és gitárost kerestek, és engem találtak a Harmatalbi ajánlására. És megfeleltem, és vállaltam a felelősséget. A számomra mérhetetlen méretű felelősséget vállaltam, felszerelést vállaltam, részleteket megoldottam. Megoldottam úgy, hogy barátok adtak kölcsön, akiknek aztán megadtam a hangszerem árát is, meg az erősítőim árát is, és
mai világban nem tudom, de azért azt ugye elmondanám, hogy amikor 1970-ben Siófokon játszottunk, akkor vettem egy kétládás beag volt, nem tudom, valami DDR cucc volt. Az a lényeg, hogy két láda volt már, az már lehetett mondani, hogy olyan, mint a két ládás marsal. Ebből egy dolog volt igaz, a két láda. És egy ilyenbe belefutottam, Balatonban, Siófokon a gázsim, az 2300 forint volt, és havi 2000 forintot törlesztettem az erősítőre. Hát ezt fel kell vállalni. Fel kell vállalni. Akkor tudom, hogy egy hónapon keresztül zsíros kenyér sóval, zsíros kenyér cukorral, zsíros kenyér ezzel, zsíros kenyér azzal, aztán a sikerült lopni kajajegyet valamelyik szakszervezeti nyaralóba, akkor meg hülyére zabáltuk magunkat töltött káposztával, vagy amivel amit találtunk. Na ez volt a menet, ez volt a menet. Azért ezeket így visszagondolva tényleg bevállaltam. Ami most úgy tűnik, hogy nem volt egy hasznos dolog, de akkor az, hogy nem volt kommunikáció, nem volt semmiféle kapcsolódási lehetőség, csak egy royal étterembe összegyűlt a zenész társadalom esténként, az azt jelentette, hogy egy kétszerekkora helyiségben bennült 10-20-50, vagy még annál is több zenész, és az volt a zenész klub, és ott ment már a csetelés, keresztbe kaszul, mindenféle szinten. Itt kapcsolódott az életembe az bele, hogy elkezdtem más dolog felé is figyelni. Akkor a Országszki Miklósék a Siriusszal már elég komoly kürt futottak be Ausztráliába, és belekerültem ebbe a körbe, mert engem a szép zene, a jó zene, az érdekes zene vonzott. Nem tudtam én ezt, nem volt nekem ez összerakva, mert nem mondták meg kiskoromban, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen csoportok vannak, milyen irányok vannak, milyen lépcsők vannak. Egyszerűen csak éreztem azt, hogy ott kell lennem és hallgatni kell, mert ezt akartam csinálni. Ha nem is tudtam csinálni, ezt akartam hallgatni. Akkor jártam a jazzistákat, elkezdtem nézni. Ugye a rockzenészek nem járnak jazz, a rockzenerajongók nem járnak jazzt hallgatni, mert őket a rock érdekli. Így kiderült, hogy én nem rockzenész vagyok, vagy nem blueszenész vagyok, hanem engem a muzsika érdekel, a zene. A zene az, ami azt meghallani, amikor térben megjelennek a hangok, hát kérem szépen, mai napig is csak áradozni tudok róla, akármilyen formában, akármilyen környezetben. De amikor analóg megszólal a muzsika akusztikus hangszereken, azért az a világ közepe, én úgy gondolom. Olyan irányú elképzelésem, hogy én mint jelenség meg akarok valósulni, hogy ez egy zenekar, és ez a zenekarnak ez az image, és így kell csinálni, és ez lesz a hatásos, és nem, én mindig úgy éreztem magam, hogy csapatjátékos vagyok, de ez nagyon hülye hangzik, hogy csapatjátékos, de hát itt nincs is miről beszélni. A minimum az, hogy van egy dob, van egy basszus hangszer, és van egy harmónia szóló hangszer. A legnagyobb dolog, a legizgalmasabb dolog trióban muzsikálni, de hát ott nem is merül föl az, hogy ez nem csapat. Nem csapat, és nekem ez motivált, hogy a zene legyen jó, az valósuljon meg, hogy mi történik, hogy mi az, ami együtt megszólal, és az a hatás, az kapja mindenki. Mindenki azt a hatást kapja, ami együtt megvalósul. Miért gondolnám én azt, hogy én ezt az egészet irányítom, vagy az egész az könyököm alatt van, vagy az egészet én dominálom. És hát egyébként mivel szólista vagyok, ezt nagyon nagy szeretettel veszik a kollégák. Mert el, különösen énekeseknél, sőt, nagyjából az énekeseknél ez el szokott szállni, ez a lovacska, és átveszik a dominanciát, és úgy van a világ, hogy a passzás szelet ezt ők fújják, és az énekes, mert a közönség csak azt hallja. És akkor itt egy pontot tennék rá, hogy a közönség ezt tényleg azt hallja, de ha csak az a szempont, hogy a közönség mit hall,
akkor ahol nagyon-nagyon nagy a baj, a belső muzsikálási, nem tudom én minek nevezzem, hát a zenekaron belül, akkor már nagyon nagy a baj van. Szegény Tátrai Bend is azért Tátrai Bend, mert a Kovács Tomi barátom, aki már mennyekből mosolyog rám, ő erőltette, hogy legyen Tátrai Bend. Én soha nem vágytam, hogy a nevem megjelenjen. És amiről az előbb beszéltem, egy baszgitáros, egy zongorista, egy énekes, egy dobos, egy szaxofonos összejövünk és csinálunk egy zenekart, akkor ott egy ezred másodpercig sem jelenik meg az, hogy ki a vezérűrű, vagy hogy ki akar lenni a vezérűrű, vagy ki ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen a vezérűrű. Ott egy szempont van, még annak is nehéz megfelelni, hogy jó muzsikáljon az ember, megfeleljen ebbe a környezetbe, az már bőven elég, és aztán, hogy ezt hogy hívják, az meg hát már egyfajta fikció. Hát a zenekarnevekben régen is nagyon profik voltak a fiatalok, most meg aztán már fergeteges, hogy mi van, végtelen a tárház. Az, hogy hívnak egy zenekart, azt én úgy gondolom, hogy a legritkább esetben kell komolyan venni, azt inkább egy poén, vagy egy hát mindegyik el tudja magyarázni, hogy miért úgy hívják őket, van valami aszpoétika, vagy valamilyen valami van, amitől úgy találjuk ki, hogy minket úgy hívnak. Én azt gondolom, hogy egy jó poén egy zenekar névben, az bőségesen elég, mert nem kell több, nem kell megmagyarázni az ég a világon semmit, hanem a névvel nem lehet azonosulni, a muzsikával lehet azonosulni, és az megkapcsolódik majd a névhez. Azt hozzákötik, ja, a Kolbász 2, hát azokat nagyon kajolom, mert azok tattan, amit muzsikálnak, hogy muzsikálnak, és az, hogy Kolbász 2, az csak ennyi ideig tart, hogy meglegyen a kód, hogy hívják őket, hogy kiről beszélünk. 50 után, 60 után fizikálisan megállni, visszafejlődni, de a fej az még ugyanúgy megy előre, és akarja. Nekem az életemben volt egy nehéz időszak, egy-két év egészen biztosan, amikor nagyon nagy bajba éreztem magam, mert elvesztettem a fiatalságomat, és még nem vettem föl az öregségemet. Még nem éltem bele magam, nem helyeztem bele magam. És ezzel meg kell vívni, különösen hangszeresen. Az elég komoly feladat vagy. Hát adottság, mindenkinek más az adottsága, hogy tud időskorban muzsikálni. Ezt meg kell őrizni, de nem könnyű dolog. Nem sok embert ismerek, aki időskorban nagyon jól tud muzsikálni, vagy úgy muzsikál, hogy mintha fiatal lenne. Én tulajdonképpen egy ilyet láttam. Horowitz, zongorista, 85 éves volt, de a nem megdöbbentő volt, hanem széles kacajra fakasztott az, ahogy az a hát 45 kilós ember, ahogy leült a zongorához, és megette, ketté harapta, eltörte. Ilyet én még nem is láttam ilyet, nem is el sem tudtam volna képzelni, hogy ilyen vehemenciával lehet így muzsikálni. És akkor én azt gondoltam, hogy ez mindenkinek jár. Nem jár mindenkinek. Sajnos ez az igazság. Az, hogy én most hogy muzsikálok, mit muzsikálok, nekem át kellett alakítanom a hozzáállásomat a zenéhez. Pontosan nem a hozzáállásomat, hanem az, hogy tudok megvalósulni avval a lélekkel. Olyan felszabadultam, mint ahogy régen, de a különböző korlátok, apró korlátok befogadásával, kikerülésével. Egészen biztos, hogy a kollégák morognak rám, vagy nem értenek velem egyet, mindenki azt csinál, amit akar. Én úgy gondolom, hogy a 70 fölötti, 80 közeli zenekarok, akár melyik, aki muzsikál, illik. Volt régen egy ilyen műsor, hogy tudnélik, hogy mi illik. És ez nagyon így van, nagyon így van. Arra nagyon kell vigyázni, hogyha egy idős ember szánalmasnak, vagy nevetségesnek tűnik, akkor az sokkal durvább,
mint hogy egy fiatal belekerül egy ilyen helyzetbe, mert egy mozdulattal lepereg és csinál más, de egy idősebben nem bír már más csinálni, és ezt fel kell tenni a mérlegre, hogy akarom ezt, vagy bevállalom ezt. Tényleg az az igazság, hogy az idős zenekarok, én úgy hívom őket, hogy múzeum zenekarok, nyilvánvaló, hogy az ember nem fogadja el, hogy már nem olyan, nincs akkora érdeklődés, nincs akkora dinamizmus, de nyilvánvalóan akarja csinálni. De ezt mindenféleképpen olyan közegbe kell helyezni, hogy nem azt akarja megmutatni, hogy megvalósult és meg tudja csinálni, amit megcsinál. 20 éves korában, mert ilyen nincs, és sportoltam, hát eszembe nem jutna, hogy én valamelyik kollégámmal elmegyek boxolni, vagy egy mai fiatal gyerekkel egyáltalán fölemeljem a kezem. Hát úgy tör el, ahogy akar. Ketté tör, három felé tör, azt csinál, amit akar. Mert fiatal és erős. És ezt az idős muzsikusok, hogyha nem akarok nevesíteni, de hát ismerünk egy csomó olyan bandát, hogy öregek fölmennek, és így nézzük, hogy édesanyám, ja Istenem, de kellemetlen. És BS-eket csinálnak, pontosabban a sportcsarnokokat csinálnak, és a közönség elmegy velük, mert együtt öregedtek meg, és még bennük is megvan az az érzés, hogy hát igen, már nem olyan, de azért még eljövünk. Ez szép dolog, de én ezt nem szeretném. Tehát nem szeretném a saját maga múzeumát így megszerkeszteni, mert ez, a múzeumot majd akkor csinálják meg, amikor Ausz Krausz viszont lát, és akkor van, hogy belép a múzeumba, vagy nem lép be a múzeumba, akkor jön ez a kérdés. De előre múzeumot gyártani, ez nagyon gáz szerintem. És úgy gondoltam, hogy összekaptam egy-két tüzes csókát, akik olyan energiával muzsikálnak, hogy a szívem kiszakad, és ha én bele tudok folyni annyira, hogy meg tudok jelenni, az már nekem jó. Az, hogy ez egy jó döntés volt az életemben, az nem kérdés. Az abszolút nem kérdés. A nagy Manitunak köszönöm, esküszöm, hogy micsoda szerencse az, hogy engem így sodort. És még nem beszéltünk arról, hogy az öregkor egy micsoda csodálatos dolog, a legnagyobb ajándéka. A nagy Manitunak a legnagyobb ajándéka az öregkor, hogy így visszatekintve, és abszolút szeretettel övezve élni, ez a legeslegszebb dolog, és azért ez az, amit úgy gondolok, hogy egy visszaigazolása a múltamnak, hogy állnak hozzám manapság a kollégák, emberek, barátok. Yes.